Halló! Folytatjuk a Painkillert, az Overdose-t. Megérkeztünk az ötödik pályához Dead Marsh néven, és most próbálunk egy olyat, hogy a töltőképernyőt én most hát idézőjelbe kivágom, tehát mindegy, megkímélek titeket a töltőképernyőtől. Amint betöltött a játék, onnan folytatjuk, úgyhogy nem jöhetek sehova. Hier war ich noch nie. Soweit ich weiß, fressen die degenerierten Herren dieses Ortes die Gehirne ihrer Anhänger. Nette Angewohnheiten. Zu dumm, dass ich kein Hirn mag. Megint mindenből nagyon kevés lőszerünk van. Hello. Was? Oh! Lecker. Es gibt Au. Nichts über den Geruch von dunklen Seelen am Morgen. Na, mire visszaér a kocka, hallod? Remek, most nem szereztem semmi HP-t, ugyanannyi van, mint indulásnál. Mi itt a bónusz egyébként? Finish the level using only Razor Cube. Persze, hogyne, 295 szörnyet kizárólag a kockával nyírja ki. Hülye vagy? Biztosan nem. Nem vagyok mazoista. A kihívás az oké, de mazoista nem vagyok. Zó. Ez a Razer Cube egyébként az a kocka, amit most használok. Következő tarot kártyát... Ja, várjál. Ja, már féld van, most lát. Persze, mert ugye használtam a izét. Most lát. Jó, ezt előbb kellett volna megnézni. Na mindegy. Hát akkor most már mindegy. Ilyen totál nonsens, őrült, elmeháborodott kihívásokat hogy tudtak kitalálni? Ez mi? Ilyenkor miért nem vált át automatikusan az új fegyverre? Mi? A kinkeserves lócitrom ez. Ez elég undorító. Nem tudom mi ez, de nagyon undorító. Ez valami tojás, és az mit tud csinálni? Tessék! Kaboom! Jó, ez egy... Ez ilyen ledobható távirányítós akna. Friss Blei! Én is azt mondom. Friss Blei! Egyél olmot. De jó! Ilyen egy borzalmasan szar pályadizájn megint. Szűk folyosókat. Ez az, dobáljatok csak. Hát ezeket az ellenfeleket nem fogom kedvelni, a szétszentség. Össze-vissza dobálóznak mindennel, és nyilván halálpontosan céloznak, jó messziről. Jó, hát remélem. Ja, és ugye a kihívás szerint ezeket is izével öljen meg kockával. Hát mondom, egyszerűen elmebetegek voltak, egyszerűen őrültség. Tehát, Ez tényleg csak mazoistáknak valók ezek a kihívások.
Az kell. Mi? Végülis akkor pénzt azért kell gyűjteni, mert ha esetleg valami csoda folytán tudnék még egy kártyát feloldani, még egy tarot kártyát, akkor ugye ez 1000-be kerül, tehát végülis kell pénz. Számomra megint egy kicsit, látod? Tessék, nem tudom fölvenni, most nyomom az előre gombot. Nem lehet fölvenni. Látod? Nyomom az előre gombot, nem. Nem férek oda, Beliált úldagat. Nem fér be ide. Na és diszponolnak, tehát ezeket buktam. Mert olyan helyre esett a pénz, ahova nem fértem hozzá. Ugye? Ez nagyon kedves az ilyen. Másikat miért nem vette föl? Ja, megnézem hány ellenfél van. Ezt miért nem veszed? Na, végre. És ezt hogy talált el? Amikor oldalasztam. Mi van? Mi történik most? Ruhe unsanft. Na jó. Csodálatos. És ez csak a kockával? Hogyne? Persze! Mazoistáknak jó kihívás lenne. Most mitől? Most mitől fulladozik? Mi történt? Mi történik? Most miért nem tudok lőni? Valamikor 2 másodperc után enged lő, valamikor 10 percig vár. Na, most nem lőhetsz. Nem értem ennek a fegyvernek a működését még. Mi van? Hát ez... Ez eddig a legundorítóbb. Már a sivatag is végtelenül gyomorforgató volt, de ez rátesz egy lapáttal. Ez eddig a legszemetebb pálya az egész Painkiller franchise-ban. Ez nagyon undorító. Mármint az enemy placement, az... Halló? Na. Meg olyan fajta ellenfelek vannak, ami totál nonsense. Tehát olyan szinten csalnak, hogy ezt elmondani nem tudom. Ilyenkor miért izé tölték a kockával, amikor fél óráig tart, mire visszajön. Az mi? Tehát... Na, nagyon súlyos gondok vannak ez a játékkal amúgy.
Valószínűleg egyébként régen, sok évvel ezelőtt a régi énemnek azért tetszett, feltételezem azért tetszett az a játék, mert akkor még sokkal, de sokkal alacsonyabban volt az a bizonyos minőségi léc. Nem játszott, akkor még sok FPS-em én nem játszottam, amivel ezután játszottam, ugye? Aztán lehet azért. És miután már játszottam sok kiváló FPS-sel, azok után ez, hát... vannak ezzel nagyon súlyos gondok, mondjuk úgy. De azt hittem a technikai részek lesznek a legnagyobb problémája a játéknak, de tévedtem. Azok is katasztrofálisak, de itt a játék dizájnra is nagyon nagy gondok vannak. Das ist das Problem mit echten Dämonen. Die haben kein Durchhaltevermögen. Ezekre pazaroljam el a... Nem. Tudod mit? Így. Inkább ezt pazarlom. Ha már mindenképp el kell pazarolni valamilyen fegyót ezekre. Ez az, essél bele a vízbe, hogy esélyem ne legyen fölvenni a pénzt. Köszönöm szépen megint. Így van, tehát dobálózzál, így van, tehát mert pofozzál meg. Ráadásul úgy pofozott meg, hogy animáció nem is volt hozzá, tehát ugye ott volt tőlem 30 méterre, hogy áll egy helybe, de azért sebez valahogy, tehát hogy... Jó. Nagyon, de nagyon látszik ezen, hogy nem a People Can Fly csinálta. A minőség az akkorán zuhant, hogy a szavakra nem lehet mondani. Á, újra temetőben. Oh yeah. De amíg ilyenek jö... Figyeld, hogy dobálózik a hülye gyerek. Ez már ilyen mi van itt. Amit felvettem, csak nem, nincs időm megnézni, hogy mit. Ezt tudom, hogy micsoda. El is tudom, hogy micsoda. Küss meinen halbdämonischen Arsch! Hallod, ne zavarni, hogy 10 méterrel mellém dobtad, de attól még megmérgeződöm. Végül is, én is így csinálnám. Hol a többi lélek amúgy? Meg eltévedt?
egy kót. Nevetséges. Ezek az ellenfelek annyira nevetségesek. Már ez nevetségesen csalnak, úgy olyan értelemben. Onnan a két legeslegjobb fegyver eddig a játékban a levágott fej és ez a nyílt puska. Tarolj magasra, ez a kettő a legjobb. Ha egyetlen egy fegyverhez lehetne választani örök töltényt, tehát kifogyhatatlan, végtelen mennyiségű lőszert, ez a nyílt puska lenne az. Ehhez kérném az örök töltényt. Hát jó, most itt nem fogok mindent átnézni, mert ahhoz túl nagy ez a terület. Egyébként micsoda? Mi világít ez kéken? Hol a pénz? Ja, meg kell várni, míg diszponolnak a törmelékek. Na látod? Ahhoz sem férek hozzá, tessék. Köszönöm szépen, játék. Nem tudom felszedni azokat, láthatatlan fal van itt. Na hát, többek között ilyen apróságokra is gondolok, amikor azt mondom, hogy nagyon súlyos gondok vannak a játékkal. Elég sok probléma van vele. Úristen. Hogy csak az egy harmadánál vagyunk. Ezt a pályát utálni fogom, mint a szart, én ezt már látom. Another one bites the dust. Nyilván. Nyilván csak akkor jön elő a vízből, amikor már ötször meg tud pofozni. Ez megint, ugye? Mennyire fair? Köszönöm szépen. Ruhe unsanft. Nem akartok meddögleni amúgy? Tehát, hogy ezeknek mennyi HP-juk van, hogy mégis? Ruhe unsanft. Ezek az ellenfelek annyira elcseszett balanszot kaptak. Sehogy nincsenek balanszolva, ez. Ez a pálya, ez végtelenül bosszantó, ez... A sivatag pálya, és ez katasztrófa egyszerűen. Ezt nyugodtan kihagyhatták volna a játékból, mert ilyen formában ezeknek semmi értelme. Így értelmetlenül szopatni a játékost, ennek nincs értelme. De nézd el. Yeah.
nézd meg! És ne, túléli, hallod! Hát nevetségesen sok HP-juk van ezeknek. Ezt mondom, hogy annyira szar a balansz a játékban, az nem igaz. Lesz. Ez csinálja meg a játékos, érted, csak kockával. Ezt az undorítóan visszataszító hány ingert kelt olyan fos pályát. Mi történik? Mi történik? Mi sebzett meg ennyire? Az megint, megint csak érdekelne. Azok ott? Bárhol tudnak, hallod? Ezt mondom. Hát ez... legyen túl ezen a pályán, mert mindjárt lehányom a monitorom komolyan. Ennyire unfair ellenfeleket, te jó Isten! Hát bárki is csinálta ezt a pályát, bármelyik az a fejlesztő, aki ezt csinálta, a szívből gyűlöli a játékosokat. De mocskos utálja őket, és mindent megtett, hogy a játékos megutálja ezt a játékot. Mindent megtett, és sikeresen. Ez a pálya gyomorforgató egyszerűen. Most nyomom az előre gombot. Várja? Na most az előbb nem volt hajlandó felmenni. Na ezzel one hit kill, érdekes. Schmeckt nach Hühnchen. Hűha. Ne! Ah, csak ezeket ne! Küss meinen himmlischen Arsch! Dobálósokat kell legelőször, mert ők a legveszélyesebbek. Lecker. Es geht nichts über den Geruch von dunklen Seelen am Morgen. Miért nem vettem föl? Ez érdekelne. Ezt miért nem veszed? Ja, maxon van. Und tschüss. Hallod? Az a támadás, ami fél tucat ellenfelet meg tud ölni, azt az egyet nem tudja megölni, hát beszarsz. Ruhe unsanft. Elmondom, hogy annyira szarul van balanszolva.
Látod? Nem tudja megölni. Hihetetlen, hogy csak ezzel lehet. Ez hihetetlen egyszerűen. Végig ilyen lesz a játék. Agyel görcsöt fogok kapni. Durva, hogy mennyivel más... mennyivel más most a... Hát a tapasztalat a játékkal, mint ahogy emlékeztem rá. Hát ezért érdemes sok-sok év után egy adott játékkal kapcsolatban felfrissíteni az emlékeket, mert ugye, ahogy szokták mondani, az idő megszépíti az emlékeket. És ez hatványozottan igaz, főleg ennél a játéknál ez hatványozottan igaz. Meg sem közelíti azt a minőséget, amire én emlékeztem. Meg sem közelíti, hát egyelőre ez a játék, ez... inkább hagyjuk. Most... hallod? Eddig ebbe beledöglöttél, most miért nem? Das ist das Problem mit echten Dämonen. Die haben kein Durchhaltevermögen. Ezt is mondtam korábban, hogy... hogy totál inkonzisztens a játék, mert egy adott típusú ellenfél egyszer egy lövésbe belehal, máskor meg hármat bele kell lőni. Ugyanabban az ellenfélbe, tehát hogy... Áj, borzalmas. Így van, így van. Nyilván az összes eltalál, nyilván az összes eltalál, így van. Esélyem nincs kikerülni őket. Így van. Semmi esélyem kikerülni őket, miért is legyen? Hát, srácok, lehet, hogy nem fogom végigvinni ezt a játékot, mert... mondjuk ki, borzalmas. Nagyon rossz. Egyszerűen. Végtelenül unfair, tehát... mocskosul unfair a játék. Tehát ez tényleg olyan... fejlesztők készítették, aki szívből gyűlölik a játékosokat. És nem azért csinálták ezt, hogy a játékos élvezze a játékot, hanem hogy szopja, mint a torkosborz. És én az olyat nagyon nem szeretem. Úgyhogy... ja, lehet, hogy akkor ez nem végigjátszás lesz. Mindegy, majd... lehet, hogy alszok rá egyet. Várjál! Most miért nem... na végre. Fél óra, mire megjelenik a lelke. Ajjaj. Rosszat sejtek. Így van! Another one bites the dust. Ja, hogy itt ennyien vagytok. Nem akarnak megélni a lelkek? Miért kell 100 millió évet várni, hogy... ja, nem is jelennek meg a lelkek, ezeknek nincs lelkük? Az jó. Akkor HP-t sem tudok velük tölteni, hát ez csodálatos. Will jemand ein Omelett? Ez a fegyvere nagyon rakás fos, ez a tojás dobálás. Célozni is borzalmas fele, és nagyon gyenge. Azt hittem akkor a durva legem, de gránát, de nagyon-nagyon gyenge. Kösz! Az orrom előtt! Így van, így van. Na, erről beszélek.
Ezek a fajta ellenfelek, ez kizárólag azért lettek létre az a játékost. Jó, alaposan megszopassa. De az első fejezet bosszát még mindenképp megnézzük, aztán lehet, hogy ott abba is hagyom ezt a játékot, mert... Hát, őszinte leszek, én ezt a legkisebb mértékben sem élvezem most már. Az első egy-két pálya még oké, az még úgy jó volt. De az, hogy minden pályán a játékos agyon van szopatva mindenféle végtelenül unfair ellenféllel, ez nekem így nagyon nem. Ja, úgyhogy ezt a pályát végigszenvedem, ugye elvileg ezután jön a boss, az első fejezetnek a fő bossza. Azt még megpróbálom legyűrni. Kíváncsi vagyok, hogy az mennyire lesz unfair. Ha már a legtöbb pálya az. De jó. Akkor használjuk ezt. Jobb híján. Another one bites the dust. Értem, hogy lehet irányítani valamennyire ezt a pengét, de hogy visszafele hogy kell hozni, hát ez... Ruhe unsanft. Visszafele meg nem tudom, érted? Mi van? Ruhe unsanft. És egyik sem ad lelket, hallod? Az egyik repülődök sem ad lelket, meg a nagy kukacok se, amelyik a legunferrebb ellenfél. Ugye, mennyire fair, hogy... legyapod a csaló izét, és nem ad lelket. Ugye ez? Megint köszönöm szépen. Ezek sem adnak egyébként. Így van. Megint jönnek a kukacok. Most hármat kellett belélőjek egyébként, miközben korábban egy is elég volt. De hát most is elég volt egy, most is elég volt egy. Most megint kettőt. Mondom, totál inkonzisztens a játék. Komolyan, ennél még a Doom 64-et is milliószor jobban élveztem. Ezt tényleg végig akartam vinni, de egyszerűen olyan szinten elment a kedvem most ott a játéktól, hogy ezt elmondani nem tudom. Borzalmasan rossz. Another one bites the dust. Miért nem halt meg? So, mal sehen, wer neuerdings den dunklen Turm bewacht. Hát az egy jó nagy aréna, hallod-e? Húha! 250... Ő lesz itt a főköcsög?
az igen. Ja, ez az is fogyott! Ho-ho! De jó, lelkek meg eltűnnek, remek, remek. Ne. Csak mondom, hogy életből nem állunk túl jól. És jól látom, hogy a játék nem hajlandó HP-t adni? Az úgy köszönöm szépen, ugye? Mi? Hát az éppen csak hogy sikerült, maradjunk annyiban. Ez éppen csak hogy. Éppen csak hogy. Oh. Azért, 3 ott maradt, nem is baj. Féld, nem érdekel. Túl vagyunk rajta, az a lényeg. Black Tower. Jó. Menjünk a fekete toronyba a következő részben. Hát elvileg az nem boss, vagy nem tudom. Mindegy, ezt az első fejezetet már mindenképp megcsinálom, mert elvileg minden fejezet végén boss van. Feltételezem, hogy ez lesz a boss pálya. Azt még megnézzük aztán, hogy utána mi lesz a játékkal, nem tudom. De az biztos, hogy szüneteltetni fogom. Azt, hogy végérvényesen, vagy csak ideiglenesen, az majd az idő megmondja. De valószínűbbnek tartom, hogy végérvényesen. Na, de minden esetre lesz még egy rész, jön még egy videó, megnézzük a következő részben a hatodik pályát, a fekete tornyot. Minden esetre, ha a szenvedésem ellenére tetszett ez a rész, akkor nyomj egy lájkot, és innen folytatjuk. Na, szevasztok!